mivel rengeteg félreértés és probléma merül fel Saul, azaz Pál írásaival kapcsolatban, amire figyelmeztet is minket egyébként a Brit Hadsa, az új szövetség, hogy Saul írásait félre fogják értelmezni és nehéz megérteni. Ezért úgy gondoltam, hogy érdemes végigmenni egyesével a levelein és azok fejezetein, Úgyhogy ezt el fogjuk kezdeni a Rómaiakhoz írt levelével, és ez a sorozat erről fog szólni. Remélem, hogy mindenki hasznosnak találja majd, és halleluja Folytassuk tehát a Rómaiakhoz, hatodik fejezet, első vers így szól. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk én bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen. Nézzük meg, mi ez a bűnben szó. A bűn nem más, mint a görög szó. Strong's G266, Hamartia. Hamartia. Érdekes módon ennek a szónak a jelentése az azt jelenti, hogy hogy megosztozás nélkül, szóval valamiben való megosztozáson kívül, vagy pedig az, hogy célt téveszteni, hibázni, hibát elkövetni, hogy hibás úton járni, vagy pedig a helyes úttól eltávolodni, ami a, az igaz, illetve a dicsőséges út, és az, hogy rosszat tenni, vagy rossz irányba haladni, valamint eltávolodni a teremtő Jahua Elohim törvényétől. Másodlagos értelemben használja úgy, mint rosszat tenni, bűnt elkövetni, szabálysértést elkövetni, valamilyen Elohim valamelyik törvényét, vagy pedig megszegni, akár gondolatban, akár tetteinkkel. Érdekes módon a Thayer's görög lexikon elsődleges jelentése úgy szól, mint elhibázni a célt. Elhibázni a jelet vagy a célt. Valamilyen hiba, bűn elkövetés, illetve valamilyen negatív tett, vagy pedig valamilyen gonosz cselekedet. Ugye a kérdés tehát az, hogy csak azért, mert már az úgymond kegyelem törvénye uralkodik, bűnben maradhatunk el, vagyis továbbra is követhetünk -e el, -e bűnt. Csak hogy felelemenítsük egy, Jakukanon három, négy, valaki, aki bűnt cselekszi, az törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn törvénytelenség. Tehát aki a törvényt megszegi, Elohim törvényét megszegi, az követel bűnt. Ugye a kérdés az, hogy megszegjük-e Elohim törvényét a kegyelem miatt, hogy az annál nagyobb legyen, távol legyen, azaz nem. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A ha másiák halálával meghaltunk a bűnnek, nem a törvénynek, hanem a bűnnek. Tehát nem követünk el bűnt, hiszen benne élünk tovább, ahogy ő sem követett el bűnt. Arról van szó, hogy meghaltunk a bűnnek, nem a törvénynek. 3. Avagy nem tudjátok é hogy akik megkeresztelkedtünk, akik alámerítkeztünk ha másiak húsába, az ő halálába keresztelkedtünk meg. Azaz az alámerítés kor, illetve azzal, hogy mi ezt az utat választottuk, azzal mi meghaltunk vele, és ki fog derülni, hogy ez mit is jelent. De ezt szimbolizálja ugye az alámerítés, a halált és a feltámadás. Négyes eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halába. Ugye a bemerítés által a halába eltemettettünk. Az ó ember meghalt, hogy miképpen feltámasztottak a másiák a halából, az atyának dicsősége által azonképpen mi is új életbe járjunk. Az ó ember meghalt vele, ahogy a vízbe alámerül, és aztán ahogyan ő feltámasztatott a halából, Elohim dicsőségének köszönhetően az álta, az ő ajándéka, ugye az atya ajándéka volt, ez az ő kegyelméről van szó. Úgy mi is, amikor följövünk, akkor már új emberek leszünk, ahogyan, és úgy élünk, ahogyan ő élt. Bűn nélkül. Nem törvény nélkül, hanem bűn nélkül. 5. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Ahogyan vele me meghalunk a bemerítéskor, és az új ember bűn nélkül él, nyilván a Ruach Hakodás segítségével, melyet Jahusak küld az ő nevében az atyától, ez Jahukanon 14-es, 26-os versem, a vigasztaló pedig Ruach Hakodes a Szentlélek, akit az én nevemben küld az atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Ugye, ezáltal születünk újjá, és az vezérel minket az úton, aztán ahogyan ő feltámadt, úgy fogunk mi is feltámadni majd a halából, amikor eljön annak az ideje. Tudván azt, hogy a mi ó emberünk, ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Ugye meghaltunk, az óember vele együtt meghalt, hogy az a test, ami bűnös volt, nem a törvényel volt a baj, hanem a bűnnel volt a baj mindvégig, hogy az a test meghal, így a, így a bűn meghal azzal, és azután már nem szolgálunk a bűnnek, nem pedig a törvényről van szó akkor amennyiben még mindig szolgálhatnánk a bűnnek, akkor az azt jelenti, hogy kell, hogy legyen törvény, hiszen ha nincs törvény, akkor nincs bűn, ahogy ezt elmagyarázta már Saul a korábbi fejezetben. Mert aki meghalt, ugye arra utal az ó emberre, aki megfeszítetett H másiákkal, aki meghalt a bűnnek, az az ember, aki meghalt, felszabadult a bűn alól nem pedig a törvény alól. Mi van azzal, aki nem halt meg, az nem szabadult fel a bűn alól, akkor az azt jelenti, hogy számára még van törvény, akkor azok úgy élnek törvénye, akik meg merítkeznek, azok meg törvénytelenül élnek. Arról van szó, hogy a bűnnek szabadult fel, hiszen már más szemléletben él. Egyrészt vezeti ruak, Hakodás, a Szentlélek vezeti, másrészt pedig az ember másként gondolkodik, és nem követel bűnt nem arról van szó, hogy nem, nem, nem vonatkoznak rá a törvények. Nyolcas, hogyha pedig meghaltunk másiákkal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Majd, amikor feltámadunk, akkor újra élünk, és a bemerítés után, az alámerítés után pedig úgy élünk, ahogy ő él. Ugye hisszük azt, hogy majd feltámadunk vele, illetve hogy olyanok legyünk, mint ő. Kilences, tudván, hogy Enoch aki feltámadott a halából, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik, mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Elohimnek él. Ugye, feltámadott a halából, és többé nem hal meg soha, és rajta nem uralkodik már többé a halál, ami ugye a bűnnek a következménye. Az által, hogy alámerül az ember, és elfogadja a másiák áldozatát, valamint engedi, hogy a Szentlélek a halkodás vezesse. Onnantól kezdve a halál nem uralkodik többé az emberen. Mert hogy a bűnnek meghalt ezáltal. Már nem hagyja, hogy a bűn eluralkodjon rajta, és él, és Elohimnek él. Hogyan másképp lehetne Elohimnek élni, mintha az ember a törvények szerint cselekszik? Nyilván, hogyha Elohimnek él, akkor az ő akaratát teljesíti, Tehelyim Zsoltárok 40-es, 9-es vers, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ez ugye nyilvánja kuáhosszó, szól. Ezt kedvelem, én hatalmasságom az az Elohimem. A te törvényed a Keblem közepette van, akkor hogyan másképp élhetnénk Elohimnek, mint hogy az ő törvénye a szívünkben van erről szól, amit itt ír Saul. Meghalunk, azáltal, hogy elfogadjuk, és alámerítkezünk. Az az ember, aki feljön a víz alól, már az nem a bűnnek él, hanem Elohimnek, a törvények által. Azonban nem arról van szó, hogy törvénytelenül lehet élni Elohimnek. Egyáltalán nem erről van szó. Sőt, nem is azt mondja egyszer sem, hogy megerőtelenüljön a törvénynek, hogy ne szolgáljunk a törvénynek, hogy felszabadult a törvény alól, vagy az, hogy a törvénynek halt meg. Arról beszél, hogy megerőtelenüljön a bűnnek, hogy ne szolgáljunk a bűnnek, felszabadult a bűn alól, és meghalt a bűnnek halt meg. Mi a bűn, a bűn pedig törvénytelenség és Elohimnek él, hogyan lehet Elohimnek élni, a te törvényed a keblem közepette van, teljesítsem az akaratodat. Így él az ember Elohimnek az alámerítés után. Erről beszél Saul. Úgyhogy ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy ő azt mondja, hogy nincsen törvény tovább. 11. -es. Ezen képen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, nem pedig a törvénynek, hanem a bűnnek, azaz nem fog elkövetni törvényszegés többé, de éltek Elohimnek, hogyan a te akaratodat teljesítem, a törvényed a Keblem közepette van, Adonai, a, husák, a másiák, másikban. Ő benne élünk tovább, az azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogyan ő élt a Szentlélek a vigasztaló támogatásával, melyet az atya küld, az ő nevében számunkra. Ugye ja, Hukanon 15, 26, mikor pedig eljön majd a vigasztaló, itt én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot. Az fog minket majd segíteni. Ez az igazságnak lelke. Mi az igazság? Te Helim Zsoltárok 119, 142. a te igazságod örökké igazság, a te törvényed igaz, az ő törvénye az igazság. A te bizonyságaidnak igazsága örökké való oktas, hogy éljek. Bizonyság ugye nem más, mint a törvény, a parancsolat, a rendelés és a Tora, más szóva. 12 verség, szóval. 12-es vers így szól: Ne uralkodjék tehát a bűn, a ti halandó testetekben, mi a bűn? A bűn az törvénytelenség. Hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Ne hagyjátok ezért, hogy a test uralkodjon, hiszen alámerültünk, és újjászületik az ember, a húsak a másiák által, és ne hagyja azt, hogy újra elcsábítsa a bűn. Hiszen ahogy újjászületik, a megváltóban, ezáltal nem uralkodhat rajta a bűn, aki igazán újjászület, és ellen, ellenálljon a kísértésre. Amennyiben arra szólít fel, hogy ne hagyjuk, hogy a bűn uralkodjon rajtunk, akkor kell, hogy legyen valami, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Ez pedig rómaiakhoz hármas fejezet, huszas vers, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. A bűnt a törvény által ismerjük meg. Akkor tudnunk kell, hogy mi a törvény, hogy ne kövessünk el bűnt, hiszen a bűn nem más, mint a törvény megszegése. Úgyhogy Saul nem azt mondja, hogy nem számít a törvény, azt mondja, hogy ne engedjük, hogy a bűn uralkodjon rajtunk. 13-as, így szól. Se ne szálljátok oda a titagjaitokat hamisságnak fegyverejül, a bűnnek, azaz ne kövessünk el bűnt, hanem szálljátok oda magatokat Elohimnek, hogyan teheti ezt meg az ember, úgy, hogy a törvényedek Keblem közepette van, hogy teljesítsem a te akaratodat, mint akik a halából életre keltetek, ugye a bemerítés, a jelképe annak, ahogyan az ember elfogadja Jahusa a megváltó áldozatát, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereivül, fegyvereivül Elohimnek. Azaz ne hamisságnak, a hamisság ellentétje az igazság, mi az igazság, a te igazságod igazság örökké, a, igazság, a te törvényed igaz. Úgyhogy az ő törvényei azok, amelyekre felszólít Pál vagy Saul, hogy kövessük őket. Csak azért, mert nem írja le, az nem azt jelenti, hogy nem erről beszél. A probléma az, hogy mi megpróbáljuk értelmezni a saját korszakunkban ezeket a szavakat, amik akkor különösen annak a népnek, aki pontosan tudta, hogy miről beszél, hiszen tanulmányozta és ismerte az írásokat, egészen más jelentett. Számukra a hamisság, vagy az igazság, vagy a bűn, a, vagy a szeretet, vagy a hit, az nem ilyen homályos fogalmak voltak, amelyeket egy-egy szótárból néznek ki, vagy pedig mindenki azt gondol róla, amit akar. Pontosan tudták, hogy hol lehet ezeket a dolgokat megtalálni, és ez szerint éltek, hiszen tudták, hogy az egész úgymond ószövetség, amit ma mindenki, legalábbis a legtöbben eldobnának, az erről szólt, hogy megfogalmazza ezeket a dolgokat, és ők ezt használták. Honnan tudjuk, hogy ezt használták, onnan, hogy Lukács 24-es fejezetben ez le van írva, avagy nem, ezeket kellett és szenvednie a mesiáknak, és úgy bemenni az ő dicsőségbe. Miket? Azokat, amiken keresztül, mert ez meg volt írva, honnan tudjuk, úgy, hogy elmondja, és elkezdi Mózestől, és minden profétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, amik felőle megirattak, és ez maga Jehusá a, a másiák, a megváltó, aki használja Mózestől elkezdve az összes profétát, és írásnak hívja ezeket, hiszen ők ezt tanulmányozták. Így tudjuk mi is megfejteni azt, hogy mi az ő akarata, hogy megnézzük a zsoltárokat, Ugye az a tanák, amire azt mondják már, hogy nem szükséges, azonban amit ők írásnak hívtak, meg tudjuk, hogy mi az igazság, és az összes fogalmat le tudjuk ellenőrizni. Ez az, amit ők is használtak. Honnan tudjuk, hogy a zsoltárokat is használták, úgy, hogy a husa elmondja azt nekünk. Ugyan itt Lukács 24, és mondta nékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, ugye ez a megváltó. Mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedik mindazoknak, amik megirattak a Mósa törvényében, a profétáknál, és a zsoltárokban én felőlem ezeket hívták írásnak. Honnan tudjuk, hogy kiderül a 45-ös versből, akkor megnyilatkoztat az ő elméket, hogy értsék az írásokat. Ez az, amit ők használtak abban az időben. Számukra ez nem ószövetség volt, számukra ez nem valami megvetendő dolog volt, ami már idejét múlt, vagy pedig amit ki kell dobni, ők ebből tanultak. Mózes törvénye, proféták és a Zsoltárok. Hiszen itt le van írva pontosan, hogy bizonyos kifejezések mit jelentenek, és így nem kell nekünk magunknak kitalálni ezeket. Bármennyire is hihetetlen, nem csak, hogy ebből tanultak, hanem örömüket leelték ebben Lukács 24.32, és mondanak egymásnak, avagy nem gerjedezettél a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szól az úton, és mikor magyarázál nekünk az írásokat. Úgyhogy ez korán sem volt annyira borzasztó, mint ahogy ma az emberek ezt megpróbálják beállítani, ezek az emberek örültek, ekkor örvendeztek, hogy tanulmányozhatták azokat az írásokat, amiket ma a legtöbben kidobnának. Szóval arra szólít fel, hogy az igazságnak legyünk a fegyverei, ugye, az által, hogy újjászületünk. 14. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik. Nem a törvény, hanem a bűn, ami ugye nem más, mint a törvény megszegése. Mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok? Hiszen az ember, a másiák által él, engedi, hogy a vigasztaló hakodás, mely az atyától érkezik, Jahusha nevében ezért ez az, ami vezeti őt, nem vagyunk. Nem a törvények alatt, hanem a kegyelem alatt van az ember. Mit is jelent ez tehát? 15. Védkezzünk é, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagyunk. Védkezzünk, hogyha nem vagyunk a törvény alatt, védkezhetünk. Mi a vétek, Törvénytelenség, aki bűnt cselekszik, törvénytelenséget is cselekszik. Tehát megszegjük é a törvényt csak azért, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem kegyelem alatt? Távol legyen azaz nem, nem, semmiképpen. Tehát ugye arról beszél, hogy nehogy bűnt kövessünk el. Nem csak ő beszél arról, hanem ha visszamegyünk egészen 4 Mózesban, mi bár 15, 30-as vers, de amely ember felemelt, kézzel cselekszik, az a szándékosan, akár benszülött, akár jövevény, aki nem izraelita, ja huát illeti a szidalommal, vágassék ki azért az ő népe közül. Már akkor sem lehetett szándékosan bűnt elkövetni. Miért? Mivel, hogy a huának szavát megvetette és az ő parancsolatját megszegte, kiírtat, már kiírtassék, az az ember az ő hamissága, legyen ő rajta. Úgyhogy már akkor sem lehetett szándékosan védkezni, és újra erre hívja fel a figyelmet. Aki azt gondolja, hogy különböző dolgok vonatkoznak az úgymond zsidóra, meg a jövevényre, annak azt javaslom, hogy olvassa el a 29-es verset, mert csak egyel ez a kettő előtt van, a benszülöttnek, izrael fiai között, és a jövevénynek, aki közöttök tartózkodik. Egy törvényetek legyen néktek afelől, aki tévedésből cselekszik. Ugyanúgy, ahogy afelől, aki szándékosan cselekszik. Szintén, Bamibar... 4 Mózes 15-15. Ó, község néktek és a köztetek lakozó jövevénynek egy rendtartások legyen, örökkévaló törvény legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Jahua előtt olyan legyen a jövevény, mint ti, örökké való. Egy törvényetek legyen, és egy szabályotok néktek és a jövevénynek, meg közöttetek lakik. Ez után mondja azt, hogy aki szándékosan bűnt követel, az vágattassék ki. Úgyhogy az, aki tudja a törvényt, ennek ellenére azt mondja, hogy kegyelem alatt vagyok, és euh, azt csinálok, amit akarok, az bűnt ugyan erre hívja fel figyelmet Saul, mikor azt mondja, hogy távol legyen semmiképpen. Hiszen hogyan mondhatja az ember, hogy ő újján született, amennyiben bűnt követel, akkor az nem született újra, újra, a másiák által. Nézzük tovább, 16-os. Avagy nem tudjátok, hogy akinek oda szálljátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra, akkor ezek szerint még mindig van egy választási lehetőség az ember előtt, sőt nem lehetőség, hanem egy kényszer. Törvény még mindig kell, hogy legyen, hiszen ahogy az kiderült, rómaiakhoz 3-20, a bűn ismerete a törvény által vagyon lennie kell törvénynek, annak ellenére, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hiszen az ember már az új embert veszi föl, ami a hussak másiák, ugye, aki a vigasztaló által él, amit a, az atya küldi a husak, a másiák nevében hozzánk, hogy vezessen minket, az által él. Így eldönteti mindenki, hogy kinek engedelmeskedik. Amíg engedelmes az igazságra, mi az igazság, a te igazságod, örökké igazságot, te törvényed, igaz? Az igazságra addig nincs a törvény alatt. Hiszen amíg az ember törvény szerint él, addig nincs a törvény alatt. Erre utal Saul. Azonban, ha az ember a bűnnek engedelmeskedik, akkor halálra jut. Erről beszél, hiszen mi a bűn? A bűn pedig törvénytelenség. Aki bűn cselekszik, törvénytelenséget cselekszik. Tehát lennie kell törvénynek, amennyiben az ember választási Választása kényszerül, hogy bűnnek engedelmeskedjen, azaz törvényt szegjen, vagy pedig igazságra engedelmeskedjen, azaz a törvények szerint éljen. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy Saú leírja vagy nem, hogy a törvény már pedig áll, az a lényeg, hogy minden, amit ír, arra utal, hogy ő pontosan tudta, hogy van törvény, és ezt próbálta az embereknek elmagyarázni, még akkor is, ha ez néha nem egyszerű ezt nem egyszerű néha kihámozni abból, amit írt. Péter, Kefa, második Péter erre figyelmeztet a hármas fejezetben, 16. És, a mi, és Adonai hosszú tűrését idvösségnek tartsátok. Ugye a türelmét Üdvösségnek tartsuk, hogy az szerint élünk, ahogyan ő azt megparancsolta, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Saul Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint, tehát ő Saút atya fiának tartja. Ő nem hamis profétának tartja, ő aki együtt élt vele, aki ismerte, halmán, az atya fiának tartja. Úgyhogy ő valószínűleg jobban tudja, mint egyesek. A lényeg azonban az, hogy szinte minden levelében is, mikor ezekről beszél azokban, melyekben ugye ezt szajkozza, ahogyan én próbálom eh, most mindenkinél ismertetni, hogy ő mindig ugyanazt mondja, hogy a törvény nélkül az ember halára jut, ugye amennyiben a bűnnek engedelmeskedik. Ugye minden levelében is, mikor ezekről beszél, amelyekben vannak néhely, némely nehezen érthető dolgok, az a baj, hogy nem némely, hanem elég sok, amiket a tudatlanok az áhatatlanok, ugye azok, akiknek nincs megfelelő tudása, illetve azok, akik nem akarják megérteni, elcsűrnek, csavarnak, félreértelmeznek, mint egyéb írásokat is, ugye ahogyan az egész írás tulajdonképpen, a magok vesztére, hiszen aki meg akarja magyarázni, hogy nincs törvény, az meg tudja, aki meg akarja magyarázni, hogy azt teszik, amit akar, az meg tudja, elcsűri, csavarja, mert tudatlan vagy, mert áhatatlan a saját vesztére még akkor is, ha abban a pillanatban jó ötletnek tűnik. Úgyhogy megértettük azt, hogy válaszút elé kerülünk minden alkalommal, amikor kísértés üti fel a fejét, vagy pedig valami döntés hozunk. Amennyiben van választás, akkor lennie kell valaminek, ami meghatározza azt, hogy melyik úton haladjunk tovább. Ez pedig a te igazságod örökké. Igazság a te törvényed igaz. Ez az, ami segít nekünk ebben. Rómaikhoz 6.17. De hála Elohimnek, hogy jó lehet a bűn szolgái voltatok, annak ellenére, hogy mindenki a rossz utat választotta, ugye mi a bűn, a bűn törvénytelenség, aki bűn cselekszik, törvénytelenséget cselekszik, egy János Jehukanon 3-4, ugye a bűn szolgái voltatok, arra figyelmeztetett az előzőben, hogy ne legyünk a bűn szolgái, akkor hogyan voltak ezek az emberek a bűn szolgái? Úgy, hogy nem engedelmeskedtek a törvénynek. De szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, melyre adattatok. Azonban, ugye így éltek, a bűnszolgái voltak, azonban most a szívükre hallgatnak, és engedelmeskedtek a tudomány, azaz a tanítás, az ismeret, azon alakjának, melyre adattatok, a ja, másiák az, aki megmutatta a helyes utat, hogy a törvények szerint, hogy kell élni, engedelmeskedni az igazságra, ezért mondja, hogy engedelmeskedtek, a tudomány azon alakjának, melyre adattatok. Mi az igazság, az igazság útját választottam, a te ítéleteid forognak előttem, ragaszkodom a bizonyságaidhoz, a te parancsolataidnak útján járok, taníts meg uram, a te rendeléseidnek útjára, oktass, hogy megőrizem a te törvényedet. Ez az igazság útja, az ítéleteid, a bizonságaid, a parancsolataid, a rendeléseid és a törvényeid. Erről beszél itt, mikor azt mondta, hogy engedelmeskedtek a tudománynak, amelyre adattatok, engedelmeskednek az igazságra, hiszen megváltoztak, ne, többé nem a bűnszolgái, hanem az igazságnak a szolgái. És engedelmeskednek. Ha egy kicsit egyszerűbben akarjuk ezt olvasni, akkor megtehetjük az Easy to Read verzióban. Régebben ti is a bűnszolgái voltatok, de hála Elohimnek, hogy teljes szívvel engedelmeskedtek azok tanításoknak, melyeket megismertetek. Ugye? Egyszerűbben hangzik, mint a Károli, az a lényeg, hogy engedelmeskednek a tanításoknak, és az igazság útján haladnak, ami az ítélet, a bizonyság, parancsolat, rendelés és a törvény. És teljes szívéből megtartja az ember. Teljes szívéből, ahogyan Saul is mondja, szívetek szerint engedelmeskedtek. Úgyhogy a könyv elejétől, a könyv leges legvégéig egy és ugyanaz az üzenet. Vagy bűnnek a halálra, vagy engedelmességnek az igazságra. Ez a két út áll az ember előtt, és Saul mindvégig ezt próbálja elmagyarázni nekünk. Mi több maga a megváltó elmondja, Mati jahu, 7-es fejezet, 12-es verstől így szól. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Mert ez a törvény és a proféták. Az Ószövetség a tanák törvényei és a proféták erre nevelték az embert, hogy szeresd a felebarátodat úgy, mint te magadat. Ez nem Jahus, Kamásiák új parancsolata. Erről szól az egész tanák, erről szól a törvény és a proféták. Erre tanítja az embert. Ne lopj, ne csaj, ne hazudj, ne ö, kívánt a felebarátod feleségét, házasságot, ne törj, ö, A Elohim nevét neved a szádra hiába tartsba a szombatnapot, stb. stb. Ez a szeretetre nevel. Ez egyáltalán nincs egyetlen egy törvényse azok közül, ami az ember ellen lenne. Ezt próbálja elmagyarázni ugyanúgy, ahogy Saul elmondja, hogy vagy ideengedelmeskedik az ember, vagy a halára megy a saját feje után. Miért? Azért, mert menjetek be a szoros kapun, mert Tágas az a kapu és széles az az út, amely veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, és szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Akkor miért mondja vajon előtte, hogy a törvény és a proféták megtanítják azt, hogy hogyan cselekedjen az ember úgy a felebarátjával, mint magával, hogyan szeresse úgy a felebarátját, mint magát, ami ugye a legnagyobb parancsolat akkor van két út azután, az egyik a szoros kapu és a keskeny út, a másik meg a tágas kapu és a széles út. Ugyanúgy, mint itt, vagy az ember a bűnnek a halára engedelmeskedik, ami a tágas kapu és a széles út, vagy pedig az igazságra engedelmeskedik, ami a szűk kapu és a keskeny út. És hogy honnan tudjuk, hogy ez volt a parancsolat a kezdetektől, úgyhogy három Mózes vagy ikra, 19-ben leírja a 18-as álló, ne légy, haragott, ne tartsad te néped, fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat, én vagyok. Jahua. Ez pedig ugye a Tora, azaz Mózes harmadik könyve, az ötből az egyik. És már akkor is tudták, hogy a legnagyobb parancsolat az, hogy szeressd felebarátodat, illetve mi a másik legnagyobb. 5 Mózes teberim 6, 4, 6, Halt, és Izrael, Yahua, a mi hatalmasságunk egy Yahua. Szeresd azért Yahuát a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hogyan? És az ígék, melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. Hol olvastuk ezt? Természetesen Zsoltárok 49-es, hogy teljesítsem a te akaratodat, mi az ő akarata, a te törvényed keblem közepette van. Ez Jahua akarata mindig is ez volt. Így mutatja be az ember azt, hogy teljes erőből, teljes szívéből, teljes lelkéből szereti. Ez az első és legnagyobb parancsolat. De nem csak Jahuát, nem csak a te saját népedet, Izraelt, hanem kit még, három Mózes, vagy 19, ha jövevény tartózkodik nálad, a ti földeteken ne nyomorgassátok őt, olyan legyen néktek a jövevény, aki nálatok tartózkodik, mintha közületek való benszülött volna, és szeressed azt, mint magadat mert jövevények voltatok Egyiptom földjén. Én vagyok, Jahu, a ti hatalmasságotok. A szeretet egyáltalán nem azt jelentette, amire ma az emberek gondolnak. Nem a szíveket jelentette, meg a lájkokat jelentette, meg a megosztásokat jelentette, meg a rengeteg beszédet jelentette. A szeretet azt jelentette, hogy az ember úgy élt a parancsolatok szerint, és úgy cselekedett teljes erőből, teljes szívéből, és teljes lelkéből. Erre szólít fel a parancsolat, az összes, ez volt az egésznek az értelme. Aki ezt azonban csak a megváltónak hiszi el, 12 12.29 így szól, Jahusa pedig ki. minden parancsolatok között, ez az első. Micsoda? Halljad és el jahua, a mi hatalmasságunk egy, jahua. Ő az egyetlen, nem azt mondja, hogy ketten vagyunk, vagy hárman vagyunk, hanem jahua, a mi hatalmasságunk egy, jahua. Szeresed azért a te hatalmasságot teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. Ez az első parancsolat. Mi a második, ami hasonlatos ehhez? szeresd, felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat. Miért idézte vajon a Mózesi könyveket, ha azt akarta, hogy ezt felejtsük el, mert ez teher, mert ez kötöttség, mert ez rabság, mert ez átok akkor miért idézte szó szerint azt, amit az előbb olvastunk, és megismételte nekikét. Hogy ez a két parancsolat. Így lehet összefoglalni. Szeresd a huát, szeresd a felebarátodat teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes erődből. És akkor úgy fogsz élni, ahogyan ő azt megparancsolta, azt fogod keresni, ahogy ő akarja, hogy élje. Így lehet összefoglalni. Nem azt jelenti, hogy ez a kettő van, azt jelenti, hogy így lehet összefoglalni. 18. Rómaiakhoz 6.18. Felszabadulván pedig a bűn alól. A bűn alól, nem pedig a törvény alól. Az igazságnak szolgáljává lettetek az ember nem a bűn szolgálja, hanem az igazságot szolgálja. Nem arról van szó, hogy nem a törvényt szolgálja, hanem az, hogy nem a bűn szolgálja, hanem az igazságot. Mi az igazság? Erről már számtalanszor volt szó törvényed, rendeléseid, parancsolataid, bizonyságaid. 19. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Tudja, hogy az ember halandó, és a kísértésnek nehéz ellenállni, mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azaz mindenre, ami a törvények ellen van, érdemes arra figyelni, hogy mi az a tisztátalanság, hiszen bizonyos ételek tisztátalanná tesznek, de egyébként a körülmetéletlenség is tisztátalanságként van ö, nyilvántart. Válasszátok tehát a másik utat, mi is az? Azonképpen szálljátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljuk az igazságnak megszenteltetésre. Mi az igazság? Megbeszéltük az előbb, Zsoltárok 119, 30, 34. Az igazságnak útja a törvényeid, a parancsolataid, a rendeléseid, a bizonyságaid, és ez az igazság útja, ezáltal szentelődik meg az ember. Ha az ember tisztátalan dolgokat teszik, akkor tisztátalan lesz, nem lehet megszentelt. Ha hamisságnak szolgálja lesz, a hamisság az ellentétje az igazságnak, akkor nem tudja magát megszentelni. Két út közül kell választani az embernek. És a törvény az, ami megvilágítja ezt a két utat, hiszen a tör szövétnek a törvény, és ez az, aminek segítségével tájékozódunk a világban. Lukács 16-os fejezet így írja le ezt a két utat. És ha más én hívek nem voltatok, ki adja oda néktek, ami a tétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Vagy oda szállja magát valaki a hamisságnak a hamisságra, vagy az igazságnak a megszenteltetésre de egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyik egy gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyik ez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Elohimnek, és mammonnak. Rómaiakhoz 6.20. Mert mikor a bűn szolgái valátok, az igazságtól szabadok valátok. Hiszen az ember tudatlanságában, mikor a bűn és a testnek engedett, és mammont választotta, és a széles kapuhoz ment, a széles úton, akkor az igazságtól szabad volt, hiszen az igazság ugye nem korlátozta és szabadon azt csinált, amit a test akart. Egyszerűbben fogalmaz a másik verzió, 20-as vers, mert amikor még a bűn rabszolgái voltatok, nem is törődtetek a jó célokkal. Ugyan erről ír itt a károli verzió is. 21-es. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál. Mi volt annak az eredménye, hogy az ember a testnek engedelmeskedett azon kívül, hogy a test jól érezte magát? Akkor azoknak, amiket most szégyenlünk, mikor jó esetben az ember visszagondol, hogy hogyan élt, szégyenkezik amiatt, mi volt annak a haszna? Ezt kérdezi. Mi volt a haszna annak, amiket akkor csináltatok, amiket most szégyenkezve néztek? Azoknak a vége halál, hiszen a bűnnek a vége halál, erről beszél a 16-os versben, kinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halára, vagy az engedelmességnek igazságra. Tehát. Ezt kérdezi a 21-es versben. 22. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig Elohimnek. Megvan a gyümölcsötök a megszenteltetése, a vége pedig örök élet. Mennyivel jobb az, ami most történik, hiszen az ember felszabadult a bűn alól, nem a törvény alól, hiszen a bűn törvénytelenség, és aki bűn cselekszik, törvénytelenséget cselekszik. Tehát a bűn alól szabadult fel, az, hogy törvénytelenséget cselekedjék, az alól szabadult fel, és Elohimet szolgálja azáltal, ahogyan él, hiszen csak úgy lehet Elohimet szolgálni, amennyiben az ember engedelmeskedik neki. Ennek viszont megvan a gyümölcse, az igazi gyümölcse, ami miatt nem kell szégyenkezni, ami nem halál, hanem örök élet. Hiszen az ember Yahusha Hamásiák által újján születik, a vigasztaló, melyet az Atya küld Jahusa Hamásiák nevében vezeti őt, ahogy az ember tanulmányozza, az írást okosabb lesz, és így szolgálja Elohimet, és a vége ennek az útnak örök élet. Utolsó vers, mert a bűn zsolja halál. Mi a bűn? Aki bűn cselekszik, törvénytelenséget cselekszik, a bűn pedig törvénytelenség. A bűnzsolja halál. Aki bűnben él, az nem jut az örök élethez. Más szóval, Elohim kegyelmi ajándéka pedig örök élet, Adonai, Jákuság a másiákban Ez az ajándék elohim jön. Ingyen van, hiszen az ember nem érdemelte meg, hiszen az ember bűnben él, tudatlanul nem törődött semmivel. Ennek ellenére meg van, megjött az ajándék. Ezt választhatja, ha ezt választja. Újjá kell, hogy szülessen a másiákban. Ő elküldi a vigasztalót, az atya elküldi a másiák nevében, aki majd minket elvezet minden igazságra, és mi megváltozunk, és őt szolgáljuk, és a végén tökéletesek leszünk, és eljutunk az örök életbe. Erről ír Saul. Hányszor írta le azt, hogy a bűn alól szabadultunk fel, és hányszor írta le azt, hogy a törvény el van törölve. Egyetlen egyszer sem mondta az, hogy törvény nincs. Mindig azt mondja, hogy bűn az, amit el kellene hagynunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17 szer mondja azt, hogy, mi, hogy távozzunk el a bűntől, és hagyjuk el, és válasszuk a másik utat, és ez az egyetlen út az örök élethez. Soha egyetlen egyszer sem mondja azt, hogy nem kell a törvény szerint élnünk. Mindig az ellenkezőjét mondja, azt mondja, hogy a törvény szerint kell élnünk, hiszen a törvény szerint, ha él az ember, akkor nem követel bűnt. Ha bűnben él, akkor annak a, az eredménye halál. Úgyhogy ezt sehogyan sem lehet úgy értelmezni, hogy Saul arra szólít fel minket, hogy most már bármit megtehetünk. Hiszen ha aki bűnt cselekszik, az törvénytelenséget is cselekszik, a bűn maga a törvénytelenség, akkor amikor arra szólít fel, hogy ne éljünk bűnben, és hagyjuk el azt, akkor hogy lehet azt úgy értelmezni, hogy ő a törvények ellen beszél? Úgy, hogy az ember azt akarja hallani. Szóval az örök élet akkor van, amikor az ember elokímet szolgálja, és megszenteltetik. Nézzük meg, hogy mi is ez a szó. Megszentelésre. Strongs G38. Hagias Mass. Hagias Hagias ami annyit jelent szó szerint, hogy megszentelni, megtisztulni, vagy a megtisztulásnak ugye a hatása. Ha ah, megnézzük a szónak a szótövét, akkor eljutunk odáig, hogy Strong's G-37, Hagiadzo. Hagiadzo. Ez egy ige, ami annyit tesz, hogy valamit tudomásul venni, valamit elfogadni, vagy szentnek lenni. De nézzük meg a második jelentését, ami azt jelenti, hogy elkülönülni a tisztátalan dolgoktól, és Elohimnek szentelni magunkat bármi, ami megszentelt Elohimnek, bármely ember, aki magát Elohimhez rendelte. Megtisztulni, megtisztítani valakinek magát külsőleg, vagy pedig megtisztítani magát belsőleg úgy, hogy a bűntől mentes életet éljen. Vagy pedig megújítsa valaki a lelkét. Ez jelenti a szó megszentelni meg kell az embernek tisztulnia a bűntől. A bűn pedig nem más, mint törvénytelenség, ezért az ember, Nek a törvény az, ami megmutatja, hogy hogyan kellene élnie. Erről beszél Saul mindvégig. Még annyit az örök élettel kapcsolatban, és ezzel befejezzük a Hukanon 3-as fejezet, mindenki jól ismeri, 15-ös vers, hogy valaki hiszen ő benne, ugye a hit cselekedetekben nyilvánul meg, már látjuk, hogy Saul is arról beszélt, hogy annak úgy kell élnie, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugyanúgy, ahogy itt mondja, hogy örök élet a vége annak, ha az ember elhagyja a bűnt, Elohimnek szenteli magát az ő útján jár, ami a törvények, a parancsolatok, a rendelések, a bizonságok, akkor annak a gyümölcse az, hogy megszenteli, vagyis elválasztódik a világtól, megtisztítja magát külsőleg, belsőleg, és örök életet nyer. Ezért küldte el a megváltót, hiszen aki ő benne hisz, az úgy fog élni, ahogy ő élt. Mert úgy szerette Elohim e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesse, hanem örök élete legyen. Így tud az ember örökké élni. Mert nem azért küldte Elohim a -e fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. Az egyetlen mód az, hogy elfogadjuk Jakusák másiák áldozatát, őt, mint megváltót, így úgy fogunk élni, ahogy ő élt, megtisztulunk, és a ruak hakodes, melyet az atya küld Jakusan nevében, hogy vezessen minket az úton, az elvezet majd minden igazságra. És ez pontosan az, amit Saul is hirdetett. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!